estét mindenkinek ezen a jeles napon. Műsorunk kezdete előtt engedjék meg, hogy az alkalmat megragadjam, és külön köszöntsem körünkben a Somogyvári Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjét, Visnyei Csabát, és Várda község polgármesterét, Kuruc Gábort. Valamint köszönöm a kaposszerdahelyi és az osztopáni idősek nappali ellátás tagjainak, ezen települések polgármestereinek, Várda község lakosságának, hogy elfogadták meghívásunkat. Ma egy különleges sanzonesten vehetnek részt, ahol szemnél szebb slágereket hallgathatnak Lukács Melinda művésznő előadásában, aki a Pécsi harmadik színházból érkezett hozzánk. A művésznőt harmonikán Pomázi Attila, zongorán Tóth Gábor, a Pécsi Nemzeti Színház billentyűse kíséri. Az előadás előtt kérek mindenkit, kapcsolja ki mobiltelefonját. Az ünnepi köszöntőt követően szólhatnak a slágerek, majd a műsor végeztével megkérem az urakat, segítsenek a virágok kiosztásában. Most pedig átadom a szót Kuruc Gábor polgármester úrnak, hogy ossza meg önökkel ünnepi gondolatait. Köszönöm, Melinda! Tisztelt polgármester úr, tisztelt intézményvezető, kedves lányok, asszonyok, tisztelt hölgyeim! És azt kell, hogy mondjam, hogy uraim is, mert örülök neki, hogy nagyon sokan elkísérték a hölgyeket. Sok szeretettel köszöntöm önöket Várda község és Várda község képviselőtestülete nevében a mai nőnapi rendezvényünkön. Egy idézettel szeretném kezdeni. Nincs szebb tartalma életünknek, mint megszépíteni azok életét, akiket szeretünk. A nőnap nekünk férfiaknak nem szólhat másról, csak egy dologról, a köszönetről. Ilyenkor nehezen találjuk a megfelelő szavakat, ma azt hisszük, hogy mindent megértettünk a nőről. És aztán holnap be kell látnunk, hogy a nő örök meglepetés, csupa titok, csupa kihívó varázslat, ma gyengének és védtelennek látjuk, hogy aztán holnap mindent kibíró erejét és bátorságát mutassa meg nekünk. Mindezek ellenére, vagy inkább mindezekkel együtt, hiszem, hogy egy férfi soha nem adhatja fel, egy férfinak állandóan keresnie kell a megfelelő alkalmat. Keresnie kell a szavakat, amelyekkel méltóképpen szólhat a nőkről. Ez március 8-án egy ilyen lehetőség. Kedves hölgyeim! Így szeretnénk köszönteni önöket, a bölcsők hűséges őreit, a családi tűzhelyek melegítőit, két műszak hőseit, megköszönve betegágyaink virrasztását, ételeik jó ízét és az otthonunk tiszta ragyogását. Köszönjük a gondban örömben való osztózkodást, köszönjük a gond ráncainak elsimítását, a felszárított könnyeket és a családi élet értető melegét. Köszönjük, hogy vannak nekünk, hogy célt és értelmet adnak életünknek, hiszen önök a hétköznapok hősei. Minden férfi életének alapját két nő határozza meg. Az első az édesanyja, a második pedig a szerelme. Évszázadok óta éneklik meg a költők mindkét nőt. Nálam szebben fejezve ki mindazt, amit legbelül érzünk. És csak szeretnénk kimondani, pedig tudjuk, hogy ki kell mondani, mert a nők szívéhez a szavakon át vezet az út. Meglátnak minden apró jelet, mert szeretnek bennünket. Mert a nők az élet hordozói. Tartozunk nekik a gondoskodó türelmükért, az óvó szeretetükért, a megértő simogatásért, az önfeláldozó gondoskodásért. Ez a nap hivatalosan is a nőké, amikor ma egy szál virággal, vagy egy egész csokorral akarjuk mindazt elmondani, amit a többi 364 nap számos alkalmával sajnos nem tettük meg. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először március 8-án a nőnapot. A szebbik nemet mindig érdemes volt, és érdemes lesz megünnepelni, mert ők hozzák az életünkbe a tavaszt, a fényességet, ők jelentik számunkra a napsütést.
A tőlük kapott energiával leszünk mi férfiak is képesek egyre többet és egyre jobban teljesíteni. Ők jelentik az életet, ők vigyáznak ránk, fogantatásunktól fogva. Oly sok mindent köszönhetünk a szeretett nőnek, nőknek. Nekik lehetünk hálások az első, meg a következő, és a végső, sírig tartó szerelemért, és a gyerekeinkért. Ebben a mai, elanyagihasodott világban a nők azok, akik érzékenységükkel megakadályozzák, hogy elfásuljunk. A nők visznek szint a mindennapok egyhangúságába, ők teremtik meg az otthon melegét. Mert minél jobban szeretjük mi férfiak a nőket, annál kedvesebbek lesznek hozzánk ők is. Ne feledkezzünk meg róluk ezen a szép tavaszi ünnepen, köszöntsük őket virággal, mosollyal, szeressük őket tiszta szívvel. Végezetül Szalai Pál nőnapi köszöntéjéből szeretnék idézni pár sort. Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, szüntelen változás, az anya, akinek testén át világra léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. Ő érzi első lépteink, ő törlikek önnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel. Mindig megbocsájt, ha kell, és soha nem enged el, ő a fény, és minden meleg, és minden, ami jó, semmihez sem fogható, és semmivel sem pótolható. Köszönöm szépen, és akkor engedjék meg, hogy akkor az ünnepi műsorunkat akkor elkezdjük. Egy hang kísért nap éjjel át, mely boklot és mennyet megjárt, a múltból jön akár csak én, szólt zenekar száz hang szerint. Már éreztem, megőrjét mentem, és akartam tudni okát, de hiába él a szó bennem, a hang mindig szavamba vár, őrjétől hallom tovább. Padám, 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 e hang árnyékként rohan velem. Padám, 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 szívem ütésén emlékezem. Szerelmet volt, nem kevés, a sorsom az emlékezés, a hang kérni, miért nem tűz, hisz voltad, mint emésztő tűz. A 20 éven perdő dobverés, mint szerelmi komédiák, az életem sose lesz egész, egy kavargó zilált világ, mert a hang közbe kiállt. Padám, 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 csupa szeretlek utcák kövén. Padám, 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 csupa örökké ősz küszöbén. Padám, 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 csupa hazudott nagy vallomás, engem újra az utcára hajt el. Hisz nem lettem más. Padám, 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 őrült zaj, mely az agyamba vág. Padám, 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 hozza elém az árnyak sorát. Padám, 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 látnom kell újból mindazt, mi bánt, mert a hang, melynek ritmusa örvítő, egy szív, mely kong, mint a kör. Hát szép estét kívánok mindenkinek ezen a különleges napon. Nyugodtan mondhatjuk, hogy különleges. Ez minden évben csak egyszer van, mint a karácsony. És hát ki mást is ünnepelnénk ezen a napon, mint a hölgyeket, minden élet kezdetét,
és őt. Úgyhogy önöknek ajánljuk ezt a mai műsort, önöknek játsszuk, és hát ki mással is kezdhetnénk ezen a napon, mint talán a hölgyek között is egy ikonnal, Edith Piaffal, aki 110 éve született körülbelül, és hát mérhetetlen nagy nyomot hagyott az emberiség és azon belül a nők történetében. Nekünk is nagyon közel áll a szívünkhöz Edith Piaf és a világa, úgyhogy engedjék meg, hogy egy pár Edith Piaf dallal kezdjük műsorunkat. Rögtön az első volt a Padám, amelyet talán mindenki ismert, és hogy mindenki értse is, hogy miről van szó, magyarul fogja Melinda énekelni ezeket a dalokat, bár Edith Piaf azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy aki nem is érti a francia nyelvet, azokat is meg tudja siratni. Hát remélem, hogy ez így lesz, még akkor is a magyarul mondjuk a dalokat, úgyhogy fogadják szeretettel a következő dalt, amely nem kevésbé ismeretlen, ez pedig nem más, mint a Milord. Thank you.
Meg nem állhatok, hogy fogom.
boldogságát irigyeltem én.
Akár milyen csoda szép volt, az volt a baj, az a kép.
jól tudom, hogy miért. Thank you.
dalok is meghalnak egyszer, mint minden mi szívünkben él. A dalok is meghalnak egyszer, mint minden mi szívünkben él. Ha új van, a régi már nem kell, de megkapott semmit nem él. Ez így lesz még ember az ember, ha új van, a régi nem él. A dalok is meghalnak egyszer, mint minden mi Amikor véget, az
utolsó dalnak is, és a varázsát szétfosztott már. Mi lesz veled, egyedül vagy a zajos tömegnek? Sebzett vagy és te sem tudod, mi lesz veled? Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon, fáradt vagyok, és nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszed, hogy szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet, mindig lehet, ha nem is hiszed. Egy
Érdekel a szék az új divat, szíthatom a forlagakszat.
Szeretnék megköszönni a Melindáinknak ezeket a szép sanzonokat, örökzöldeket. Ezzel az ünnepi műsorunk véget ért, remélem jól érezték magukat. Arra kérem önöket, ahogy majd jönnek kifele, gyorsan próbálunk ott a virágok mellett egy kis helyet csinálni, és akkor minden hölgy látogatónkat meg szeretnénk ajándékozni egy csokor virággal. Köszönöm.